Egy magas ágyásban nem kell töménytelen mennyiségű föld, szólt az első mondata a nagy sikerű videómnak nyáron. Gyertek és megmutatom, hogyan lehet 3/4-ig megtölteni egy magas ágyást úgy, hogy egy forintunkba nem fog kerülni tulajdonképpen. A legfontosabb, hogy a magas ágyásunk alá tegyünk vakondhálót, és hogyha olyan területre tesszük, ami gyomos, akkor takarjuk kartonpapírral is a magas ágyás alatti területet. A magas ágyásunk 3/4-ét zöld hulladékkal fogjuk megtölteni, viszont nem mindegy az, hogy milyen rétegrenddel csináljuk ezt. Amit a töltéshez felhasználhatunk, azok ágak, ezek lehetnek vastagabb ágak is, nehezebben fog lebomlani. Lassabban lebomló zöld hulladék, ez lehet bármilyen kerti zöld hulladék egyébként, bokrok vagy bármi, amit metszünk. Ha veszünk szalmát a piacon, az is nagyon jó, el fogom mondani miért, olcsó és nagy mennyiség. Én még a magas ágyás alól felszedett füvet is bele fogom tenni, jó lesz nehezéknek a tetejére. Kezdésnek jöhetnek az ágakat vágjuk apróbb darabokra annak érdekében, hogy ne szoruljon közéjük sok levegő, mert ebben az esetben, ahogy elkezdenek bomlani az ágak és összeesnek, a magas ágyásunkban a föld is olyan szinten fog megroskadni, hogy tavasszal már lehet, hogy után kell tölteni, nem tudunk elkezdeni egyből vetni. Fektessük bele az energiát az ágak aprításába, nagyon jól lehet gondolkodni közben az élet nagy dolgain. Simán egy 20-25 centit beletehetünk a magas ágyásunk aljába, szépen le fog bomlani, így néz ki az első rétegünk. A videóban látható ergo ágyást most egyébként kedvezménnyel meg tudod venni a gardino.hu webshopjában. Masszíva, és ráadásul most a TikTok 20 kuponkoddal 20% kedvezményt is tudsz rá kapni a vásárláskor. A következő rétegbe a lassabban, pontosabban hosszabb idő alatt lebomló kerti zöld hulladék jön. Ezek a vastagabb zöld hulladék, valamint a fás szár, itt például, amit a nyári orgonáról levágtam, az került bele. Ennél a rétegnél már figyeljünk oda arra is, hogy ne csak pakoljuk, hanem tömörítsük is, és a magas ágyás oldalához is tömködjük be a növényi hulladékot. Azt hinnénk, majdnem készen vagyunk, de most jön a legfontosabb, a szalma. A szalma nem csak olcsó töltőanyag, hiszen egy bála kb. 2000 forint a piacon, hanem azért is jó lesz nekünk, mert ahogy elkezd bomlani a szalma, hő fog keletkezni, és ezt tavasszal alulról fogja fűteni a mi magas ágyásunkat. Tele van tápanyaggal, és az összevágott szalmával tömöríteni is nagyon jól tudjuk a magas ágyásunkat. Szépen az oldal lapokhoz mi be tudjuk nyomogatni a szalmát, így tömörítjük és fixáljuk is ezt az alsóbb réteget, annak érdekében, hogy folytathassuk a könnyebb zöld hulladékkal. Viszont mutatok egy trükköt, nekem jövőre ebbe az ágyásba kerülnek majd a paprikák, így az idén kiszedett, letermett paprikákat ebbe a rétegbe fogom összevágni. Bennük van minden tápanyag, ami a paprikának kell, elkezdenek bomlani, és innen majd felszívja jövőre a paprika a tápanyagot. A legutolsó réteg lesz a könnyű zöld hulladék, ami nem más, mint a falevél. Az összelehulló falevelek hihetetlen mennyiségű tápanyagot tárolnak magukban, amit szépen szétterítve mi nagyon jól tudjuk a magas ágyásunknak a tápanyag tartalmát növelni. Zöld hulladékos rész töltésével majdnem készen is vagyunk, eddig egy fillérünkbe nem került, a kerti zöld hulladékot meg esetleg a szomszéd kerti zöld hulladékját használtuk föl. Én a végére még ráteszem a magas ágyás alól felszedett füvet is, súlygyanánt. Arról, hogy mi kerül a felső rétegbe, lesz egy külön videó. Viszont itt jegyezném meg, hogy ha mi ergo magas ágyást töltünk, akkor arra figyeljünk, hogy a belső feszítőkre ne kerüljön zöld hulladék, mert azok össze tudják húzni a magas ágyás oldalát. Mindig igazgassuk meg, annak érdekében, hogy jól álljon a feszítő. A magas ágyás állítására és töltésére az ősz a legjobb időszak. A nagy részét ingyen meg tudjuk tölteni, és tavaszra készen fog állni nekünk arra, hogy mi elkezdjük benne a termesztést. Kicsit lecsapatom vízzel, meg is locsolom a benne lévő zöld hulladékot annak érdekében, hogy beinduljon, és hagyni szoktam egy hétig így, kicsit össze fog rogyni, és utána kezdem el a felső réteg töltését, ami tulajdonképpen a termőföld lesz, vagy használhatjuk a kerti földet is, úgyis meg fogom mutatni, hogyan lehet feljavítani azt. Nem kell megijedni, hogy alig lesz föld a mi magas ágyásunkba, hiszen ez a zöld hulladék elkezd majd összeesni, már eleve tömörödni fog, ahogy rátesszük a földet, így nem 15 centi, hanem akár 25 centi is lesz az a termőföldréteg, amiben tudunk mi ültetni. A magas ágyásunkból már csak a föld hiányzik, viszont nem egyszerűen feltöltjük földdel, lesz egy külön videó arról, mit tudunk mi a földhöz keverni annak érdekében, hogy kitűnő ültetőközeget hozzunk létre, és jövő tavasszal indulhasson benne a termesztés. Magas ágyásos sorozat következő részében megmutatom nektek, hogy én mit szoktam a földhöz keverni annak érdekében, hogy kitűnően lehessen benne termeszteni.
addig gyorsan felállítom a következő magaságyást, most, hogy eltüntettük azt a tömérdek mennyiségű zöld hulladékot, ide fog jönni a második magaságyás, és amint elkészült, jövök a következő videóval.